Sziasztok, üdvözletem akkor én egy újabb videóban. Egy régi bakancslista teljesült ismét. Puszta kettős megállóhely, ahogy tudok, megkapta a szabványos mávtáblát is. Hoppá, és ezt lehet, hogy még más nem is vette észre, aki itt járt, hogy bizony egy kelekek nélküli hajtány itt van a tetőn. Ez pedig valószínűleg a WC lesz. Bizony. És ráadásul ez már az angol modell, nem a pottyantós verzió, amit itt számítanánk rá. Még van egy vízcsap is, működik, tehát kézmosó, szerintem még van azért fertőtlenítő is. Ez is titkaság, és ima megálló helyen. És ez nem az itt lévő büfébe van, hanem ez magam megálló hely tartozéka, tehát ide bárki, aki itt leszáll, ezt használhatja, bár valószínűleg nem szállít le senki, aki nem a büfébe jön, mert ahogy látjátok, nincs itt semmi más. Van itt valami jelöletlen út, vagy hát valami a nagyon alsóbrendű út lehet itt. Hoppá, ott még van egy buszmegálló is már. Nem hiszem, hogy a busz is sűrűbben járna ide. És hát régebben még ugye a két vonatpárnál még nehezebb volt ide eljutni, mert reggel volt egy pár vonat, meg délután, tehát gyakorlatilag 8 óra itt lét kellett, vagy pedig délután volt körülbelül egy órát szerintem, hogyha de most aztán már 4 pár vonat van. Úgyhogy most egy 19 óra 10-kor megy majd a következő karcak fele. Azzal kell elmenjek, hát az még 2 óra. Olyan bő 2 óra legalább. És aztán majd mindjárt mutatom a többit is, mert vannak ám itt érdekességek még. És ugye erről nevezetes, ezt látja mindenki a vonatból. A csörgőt az épület falán, egyébként ez egy balesetes csörgő volt. És ennyi maradt meg belőle. De ezt legalább kreatívan hasznosították. Van néhány veszélyjelző tábla, vagy ahogy ismertem nevén az istennyila táblák. És hát, akkor nézzük, tehát a 22-13-as pályaszámú csadi volt. Megpróbálok mindjárt belesni. Igazából csak a kamera tud benézni, én nem. De szerintem vezérlő szervek talán megvannak. Egyébként nem lehet bemenni, mert tényleg csak ennyi van meg belőle. És már mindjárt szétnézünk erre is, mert látjátok, ott van még egy vasúti kerékpár, egy hajtány. Ugye ez egy klasszikus PVG motoros hajtány volt, meg egy mazsola van még ott kiállítva. Meg rengeteg rendszám ott azon a fán, az egy rendszámfa. Mindjárt csak közelebb hozom a biciklit, de ezt megnézem, plusz akkor meg bemegyek a büfébe is majd. És akkor szépen eltározzunk, nézzünk szét. Aha, tehát van egy motoros hajtány, kézi hajtány. Igazából ez ilyen simbicikli, tehát ez az a klasszikus hajtó, amit a filmekből lehet ismerni, hogy ezt így előre hátra rángatva lehet hajtani. És itt az érdekesség a rendszámfejüket, hogy 4 vagy 5 évvel ezelőtt voltam már itt, és akkor ez a rendszámfa még nem volt meg. Van rajta egy-két magyar rendszám is, tehát ezek valószínűleg forgalomból kivontak. Ez nem semmi. Először akkor elmegyek oda hátra, mert úgy látom, hogy itt is vannak még érdekességek, nem csak vasúti relikviák vannak itt egyébként. De ez a régi kút is érdekes, meg ezt nézzétek, ez pedig egy Siemens Halske Bisbernek az alkatrésze. Aha, tehát változál kulcsazonosító, jól emlékszem, ott van egy pályacsengő a falon. Ez valószínűleg az régebben is vasúti épület lehetett. Pedig ugye vonóvezeték. Aha, ott van egy mozdonytábla a falon. Ez pedig egy régi ezért, a kézi kapcsolású telefonközpont. Csak majd megmutogatom ezt is. Gyártok, ez a kézi kapcsolású telefonközpont így kellett mechanikusan össze, vagy hát manuálisan összekötögetni a dolgokat. Tehát villogott, hogyha valahonnan hívtak, és akkor így ez a telefonközpont kezelője adta-vette a vonalakat. Ezek pedig hát régi békebeli távdecsegők. Ez a CB telefon, és ez már a modern verziója, nyomógombos. Ez pedig a hagyományos tárcsás CB telefon, ez is. Egyébként azt hiszem, hogy CB telefont nem nagyon használok a vasútnál, viszont az LB fajtát, ami ugye saját áramforrásból működik, tehát az LB a lokálbetörő rövidítése, hogy az saját táplálátás, hanem a CB meg a centrálbetörő, hogy a központból táplálják. De például LB telefonokat, a klubis fajtát, azt mai napig használják a vasútnál több állomáson. Meg a vésztartalékként is üzemképes, mert az mindig működik. Áramszünetben is.
És látjátok, ilyen a régi telefoncsatlakozó. Az LB annyiba különbözik, hogy még két csatlakozó van az aksinak. Itt pedig van kés balhelt. Ez már nem vasúti relikvia, viszont nekes, hát régen ilyenekbe főztek. Ez a skonzenekbe lehet látni, és egyébként van működőképes verzió is belőle több. Az pedig egy dobkályha. És ott van még egy vasúti lámpa. És hát nagyjából ennyi, amit meg tudok itt nektek mutatni. Akkor viszont megnézem még azt a mazsolát. Ez egy mazsola mozdony, és ráadásul nyitva is van. Tehát szerintem itt még a kezelőszervek is megvannak. Ja nem, nincsenek, ott már ki van belezve a műszerfal, ide látom. Kamera nem biztos, hogy látja, de ide látom, de mondom, nem mászok rá föl. Mégis a kiállítási tárgy. Bizony ez egy M28-as ismertebb nevé mazsola. Vasút történeti partban még van belőle működőképes példány. És hát régen ilyen azért a vontatóvágányokon, ipartvágányokon kedvelt vontatójármű volt. De a Békés Csabán az Isvánmalmi ipartvágányban az utolsó években ilyenekkel is vontattak a gőzösöket, ilyen M28-as mazsolák váltották föl. És hát akkor ez egy áramszedő, ez egy villanymozdony áramszedője. Ez pedig egy alakjelző, ez viszont ilyen mai napig rengeteg vonalon van használatban a MÁV-nál. És nem csak mellékvonalakon, fővonalakon is használnak még alakjelzőket. És az pedig ott egy előjelző. Hát a biztonsági kamera az nem része, de egyébként kreatívan feltették oda. Ez meg egy hagyományos váltó, kézi állítású, súlykörte, jelzési kép, hogy messziről látszódjon, hogy kitérőbe áll. Ugye, hogyha sát lenne állítva, akkor itt lenne ez a jelzés, és akkor így csak itt mutatná fehéren, hogy egyenes állása van. Tehát így ezt a bakter már messziről ránézésem, így meg tudja állapítani, hogy milyen állásban a váltó. És ez pedig egy motoros hajtány. Ilyenekből azért van még rengeteg. Sőt, üzemszerűen vasúton ilyet már nem használnak, viszont magánkézbe léteznek még. Ugye nálunk hivatalosan nincsen hajtánypálya, ahol lehet hajtányozni, viszont külföldön több országban is van erre például legálisan lehet, akár ilyenekkel, akár kéziekkel. Mondom, azt lehet, hogy sokan észre se vették, mert tudom, hogy többen jártak már itt, hogy az épület tetején is van egy motoros hajtány kerekek nélkül. Csak egy kis érdekesség. És akkor még egy. Nem biztos, hogy ez vasúti relikvia, viszont ez egy vasúti sorompó. Itt ez a klasszikus szakállas sorompó. Egyébként ugyanilyet láttam most Tiszafüreden is, pont a mai nap. Tehát ilyet még használnak a vasúton, tehát ilyen még szerintem itt a horgásztavaknál van, hogy ezzel lehet zárni. Tehát nem biztos, hogy ez ide tartozik. Hoppá! Aha, jön a vonat, figyeljtek! És nem állt meg. Ez egy vasúti sorompó. Ugye nyilván ezt is vonóvezetékkel működtetik. Ez amit a bakter kézileg tekerve is. És még a csengő is megvan. De azt nézzétek, hogy ez jelzi a sorompó lezáródását, ez a csengő. Az autósornak, hogy amikor a bakter elkezdi tekerni, akkor nem azonnal mozdul a sorompó út, hanem csenget előtte. Jó pár másodpercig, és csak utána indul meg lefele. Na, szóval akkor jött egy vonat, és fog még egy menni Tiszafüred fele, meg utána még egy Karcag fele. Tehát ennyit jelent az, hogy a napi két vonatpárból lett napi négy. Szerintem egyébként ez a vonal többet is elbírna, legalábbis megérdemelne többet, mert ezek a vonatok is ki vannak használva. Tehát most is, amivel jöttem, azon rajtam kívül még ketten szálltak föl biciklivel, és azért a pótkocsiba is voltak, meg láttam, hogy a motorba is többen szálltak föl. Tehát de vannak itt utasok, tehát egy normális menetrenddel szerintem még többen utaznának vele. És főleg úgy, hogy most már ugye szeptember van, tehát igazából a szezon vége, tehát így valószínűleg nyári szezonban, amikor a Tiszatóra sokan mentek le, akár biciklitúrára, akár fürödni, szerintem még többen voltak. Nézzétek, vasúti lámpa. És ott van az LB telefon, a hagyományos kurva, sőt még az aksi is mellette. Ez
ilyen aksikkal táplálták. És ezekkel sokszor a telefonközpont se volt, hanem a vonal végén volt egy másik ilyen telefon, megtekelték a kublit, akkor az megcsöngette és lehetett beszélni. És áramszünetben is működött. Ez pedig egy modell diesel gigant. Na, szintén egy régi fájaszám. Meg egy régi óra. Sőt, ez pedig egy régi rádió, csak már nem látszik rajta a skála. És ez az igazi, na ez viszont egy régi telefonközpont. Számtárcsával plusz, igen, itt lehet azt a vonalakat kapcsolni. Ez ilyen kézi kapcsolású központ. Egyébként régebben a vasútnál sokat használták, és 90-es évekig működtek ezek, és nem csak azért, mert nem modernizáltak, mert akkor már léteztek ilyen automata, rotari, meg mechanikus központok, de a kézi kapcsolású, ez tudott olyat, amit a mechanikus automata központok akkoriban még nem. Csak ezt nézzétek. Hoppá! Viszont csodol télpálak, vámon, meg semmi, igen, kábeles csoport, ötletes. Tudom, azt akartam mondani, hogy a úgynevezett kötözvénykapcsolást a mechanikus rotari központok nem tudták, amikor egyszerre több ezért telefont kellett bekapcsolni egy vonalba, hogy ilyen, tehát most konferencia beszélgetésnek hívják ezt a manapság ezt. A digitális központok már tudják ismét, de a mechanikusok nem tudták. Tehát még a digitális központok előtt, Még azért még sok helyen használni kellett a régi kézi kapcsolású központokat. Ahol szükség volt erre, hogy kötözvénykapcsolás, hogy egyszerre több, akár állomás, vagy több szolgálati helyet be lehessen kapcsolni egy vonalba. És akkor engedéllyel feljöttem a mosodába. Hát a kezelőkarok még megvannak, hát műszerfalból ennyi. A többit itt látjátok. És itt az ablakon kinézek. És hát akkor ennyi lett volna ez a kis mini vasúti múzeum bemutató videó. Sikerült ide is eljutni. És hát köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Következő videóban fogunk találkozni. Majd egyszer valamikor. Egyébként most sok időm lesz a vonatig, szerintem el is kezdek vágni egy-két videót, ami már itt van. Egyébként alom, mert azért felvettem az utóbbi napokban is egy párat. Többek közt ilyen szlovákiai vonatozásokról, meg erről, amit még el se kezdtem vágni. Hát most lesz rá idő. Úgyhogy itt szépen elsörözgetve, ugye a laptop nálam van, tehát majd egyet-kettőt elkezdek vágni. Sziasztok!